A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház. Jó, és tényleg kívánok, vagy Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, a Bóta Café mai vendége, de hát elmondható róla sok minden, tehát ő volt ő zenekritikus, meg ugye hát opera énekes, meg muzikus, meg rádió és tévéműsorvezető, meg mit tudom én még, még mi minden. Kicsit potrézunk is vele, meg persze beszélgetünk az aktuális kérdésekről. Azt én olvasom ugye, hogy te Veszprémbe születtél, és már nagyon hamar elkezdhetett érdekelni a zene, hiszen már ilyen jellegű gimi, meg izé, meg győrben, ugye már ott főiskola, tehát tanárnak is tanultál, énekesnek is tanultál, meg egy rakathang hangszeren is játszol. É, igen, de egyikkel sem professzionálisan, tehát az fontos, tehát a... a Leggyengébben talán furujázom, <laughs> az csak a, a gyerekei. Ez szóval ugye az van oda, hogy paraszt furúja. Hát ez nagyon mert más, mint. A... Nem tudom, milyen az igazi, mert én egyszer egy vásárban vettem egy ilyen furuját. ja igazából aztán egy másikat, mert ez nem tetszett. <laughs> és az első gyerekünk születésekor megpróbáltam valamit rajta csinálni, és akkor szépen lassan rájöttem, hogy hogy kell ezen játszani. Mert hogy a gyereknek? Igen, legyen, igen, igen. Volt, egy, volt egy olyan népdal, amit az ő nevére áténekeltünk, és akkor azt akkor lehet tudtam fújni. Az énekeltünk, az azt jelenti, hogy a feleségem. A feleségem, igen, igen, igen. Aki jogászam. Aki jogászom, úgy, de szép hangja van. Aha. Az Erdő, 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 Marosszéki kerek Erdő, ezt lehetett mondani a Benedek fiúnak a becézet nevével, Bendő, Bendő, Bendő. És akkor ezt ezt fújogattam el. Ehhez képest a basszusgitár játékom valaha egész tűrhető volt, ma már azért fólyogosodna a kezem. Bár a régi gitáramat visszavásároltam, van, megvan, ott van a régi diákkorombili basszusgitár zongorázni, még most is szoktam. Jó, hát a zongora egy muzsikusnál olyan természetes dolog, Igen, hogy de hogy egy nehéz bizonyos dolog szinten. zongorázni, Tehát azért hmm. ezt most ne úgy vett, hogy én nekiállok, és Aha. egy Chopin prejült, így most kirítjentek magamból, tehát kötelező zongoroktatás sem volt olyan mértékben rám hatással, nem, de le tudok kísérni egy pár operáriát, meg ilyesmit, és hát rengeteg könnyű zenét tudok kísérni, úgyhogy. Te ezt akkor olyan do Én, dolgoztam a stúdióban, éveken át, úgyhogy én elég sokat bármit elolvasok Lókottából, tehát ez így megmaradt. Aha, értem, értem. Na, és de honnan jött ez az egész? Tehát volt valami családi, vagy rád jött a epaj? Hát valójában én egy ilyen első generációs értelmiségi vagyok a családban, és túl sok erőzménye nincsenek. Legfeljebb annyi, hogy a nagyapámnak, aki parasztember volt Zalában, neki volt egy nem túl nagy volumenű, nem is túl nagy menzúrájú, tehát nem túl nagy hangterjedelmű énekhangja, és őt a ő szülei annak idején a ferencesekhez adták be, mint hogy Kolostorba, és még a harmadrendi létben, ami még nem örökfogadalmas lét, még abban az időben visszahívták őt. Tehát 20 éves korában haza kellett mennie a szüleihez, akik már közben az előző két fiúkat már kiházasították, és akkor így nagyapám tulajdonképpen egy csomó uh, tudással, például meg tudott főzni, uh, szaltózik a palacsinta, ami most élne, szerintem 12 éve halt meg, nagy kort, 94 éves kort megélve, de remekül dobálta palacsintákat, és egyébként sérült ujja a szecskavágó uh, miatt uh, csomkolt gyűrűs úja ellenére, egész jó meg tudott játszani. És akkor a Szent vagy Uramnak a katolikus uh, nagy uh, Énekkönyvnek a, 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 az énekeit tudta játszani, és így az falukántora ülett akkor. És akkor így van valami, hát, ha akarod, akkor aha, ezt így előzménynek, de azért olyan nagyon komoly művész családban végképp nem születtem. Tehát ez előzmény nélkül. És milyen operaénekes? Nem tudom, hogy ezt múlt időben kell mondani, vagy jelen időben, hogy te operaénekes voltál, vagy vagy. De hogy annak milyen volt? Te, mert ugye az olvasható, tehát hogy az olvasható, te Európa szerte azért itt, ott, oratóriumokba, de az már kevésbé, hogy milyen szerepeket játszottál, és ha fölmegy az ember a netre, hát nincs veled tele a háló, hogy akkor... Jó, hát ez igaz, ez igaz. De ugye miért nincs tele? Részint azért, mert sokkal jobbak vannak nálam, és voltak is, még a saját évfolyamomban is. Meg, meg, azért is, mert amikor én, én még aktív voltam, akkor az előtt mondjuk 15 éve, vagy inkább 20, akkor az internet még nem volt ilyen kiterjedt, hogy ott bármit megörökítettek volna. Mindenképpen Don giovanni is, de Mazettót is, egy csomó barokk operát, itt Módonádo a Budapesti ja, az Éneásztól, tehát Pörszöld, Didó és Éneászából az Éneásztól elkezdve a, az első fennmaradt opera, azt Jakub Póféri. Figyelj, azt én láttam, én Mert a próbáltam a... valamit, én nem nem, nem ért, Moldován Domokos mindig telefonált, hogy nézni kell, úgyhogy próbáltam volna nem látni. Látod, akkor <laughs> ö, sok éven át nyomattuk a Poppeát, azt, ö, hát, hogy azt van, így. több szerepet is vittem. De abban volt, volt egy ilyen ö, fekete, egy ilyen valódi afroamerikai, ha, ha, ha olyan már olyan itt év, a Podgy és best majd úgyis igen, sok, 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 sok sokszor Igen. Ment. Egyszer volt olyan, hogy a... Úristen, hogy hívták azt a nagyon-nagyon jó... Derek de, né... reklé, de... de Rekli nek de Rekli de Rekli És vele és... vette fel akkor előtte nem sokkal, Gardiner is a, a Glukkorfeuszt. Fantasztikus muzikalitás ember volt. De nem csak, hogy még olyan jó pasi is volt, tehát, egy jó ilyen volt. tehát jó. nem úgy nézett ki, mint ahogy ugye ma már nem feltétlenül úgy néznek ki az operaénekesek, de egy időben e -hát. megszoktuk. Hogy hát azon hát a, a fekete, A fekete bőrön a sötét bordó, ilyen, ilyen patinás Aha. bordó, azon rettentő jó mutatott. Hát, Moldován domi kész volt, tehát ilyen színek de jól is énekelt, az, az, az benne. és egy csomó kortárs műben is énekeltem, de, de tényleg az az igazság, hogy, hogy én áldom azért a, a sorsot, vagy a jó Istent, inkább a jó Istent szoktam áldani azért, hogy, a, hogy azért úgy nagyjából a diploma után egy-két évvel, amikor a már a diszka, fise mániám is olyan szinten volt, hogy már akkor már tíz éve gyűjtöttem a lemezeit, és mindig tudtam, lévén hasonló típusú baritonnak gondoltam magamat, hogy ő hol állt abban az évben, és miket tanult, és hol lépett föl. És mindig hallgattak, darában? és azt hú, hát ez sajnos sokkal jobb, és mint egyszer én. csak rájöttem arra, hogy ez nem lehet véletlen, hogy én nekem nincs annyi megkeresésem, mint, a, mint, mint mondjuk uh, a Kárdi Kis akiknek nagyon tiszteltem mindig a hangi adottságát, ő két éve járt fölém, vagy akár csak a, az évfőm társaim közül a Szántó Andinak, uh, aki most is hazatért, és nálunk énekel, és, és uh, fantasztikus művész. Szóval, hogy rá kell jönnöm arra, hogy itt, itt, itt van valami hiba, és nem az, hogy van valami tehát mi Az hang, adottság. Hangban nem volt meg, vagy színészileg nem, nem. voltál, vagy, vagy mi? Mi az, ami? Nem, hogyha elhiszik nekem a nézők, meg te is eliszed. nem a színészi képesség, azt mindig rettentően szerettem, nagyon... Gyerekkorom óta, pici korom óta exhibicionizmus dúl benne. Hát én emlékszem, hogy hogy lögdösen félre a, 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 az anyák napi versmondás ügyében utamba állókat. Én akarom mondani, nem, ez ne, benne, nagyon megvan. A szorgalommal volt baj. Nagyon szorgalmas tudok lenni. Nem, itt az adottság. Tehát egész egyszerűen van itt a torkunkban, ugye viszintesen áll, két másfél és és izomszalak, hogy ez mennyire erős, mennyire regenerálódik, a terhelés után, hogy milyen, milyen, fejezet van a nyakadon, hogy, a, hogy igazából megfejtetlen, hogy milyen csontozat kell hozzá, mekkora üregek, hogy az hogy kötődik össze. Hogy mondjuk például 17 éves koromban, akkor már kezdtem tanulni énekelni, egy, emlékszem, hogy nem tudom, volt-e orvosi, hiány, de mindesetre egy, egy magyarul alig beszélő sebész szedte ki a, a visszanőtt ormandulámat. És képzeld el, most ez egy korhatáros műsor, de uh, ha tudjuk, mi az, hogy uh, Jézus már így vitorla. Na, kett, ez nem jutott volna na, eszembe. Képzeld el, az így vitorlát is leszette a mandulával együtt. Most az így vitorla egy ilyen kis nyúlvány, aki benne a saját szájában azt tudja, egy, egy, ilyen furcsa nyúlványt lát, ami egyébként nem csontos, hanem, hanem porcos, tehát, tehát levegővételre, azt mondjuk éneklésnél mondjuk, ugye, hogy hogy ja, vedd mélyre, mint, mit hogyha valami ilyen no, nem lehelet menne hátra, hogy bővis hátra a egy kicsikét, hogy ott legyen ilyen zengő jelege. Most az akkor hátra húzódik, de az fontos, mert teleli a hangot, a rezgést és a levegőt is. Ez ezt nekem leszette a szerencsétlen sebész. Csoda, hogy mondjuk a, mondta később egy, egy, egy őszinte a gyerekeinket vittük hozzá, hogy nem jön ki néha a leves az orromban, hogy elszem? Mondtam, nem, azt nem mert ezzel az is járhatna. Úgyhogy ott, ott egy picit engem elintéztek, de ettől függetlenül a hangvolumen én érzem, hogy, hogy nem operai jellegű. Viszont egy dologra alkalmas lett volna nagyon, ami meg nálunk és a világban se dívik már, a daléneklésre. Tehát a, a a, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler dolog éneklésére, és ezt időnként még mindig művelem, hogyha elcsábítanak rá, és még egy darabot szoktam, most a héten is énekeltem egyébként. Akár uránát. A műpában volt egy koncert, és beugrottam az egyik énekesünk helyett, Holerun Gábor keze alá, aki, hát ff, nem tudom, egy ilyen, hát Paks kettőt el lehetne kötni Holerun Gáborral. Hát van az energiája. Nem És Gáborral néha ezt már az elmúlt évben elővezettük, és tudta, hogy tudom és hát a legtöbbet talán ezt énekeltem Ez egy olyan magas, fekvésű bariton cucca, mint benne a fázatet jól lehet használni, lehet benne hatásosan ordítani, ezek ma jobban mennek, mint fiatalkoromban. Nem lehet így a kapella egy <laughs> De belőle? Egyrészt vagyok, másrészt... <gül> <gül> Azt Figyelj, a, tavasz jelenti. van. Nem tudok adni egy át, ugye? Nem. <laughs> Az első megszólás az Omnia Sol Temperat kezdetű, az egy ilyen kis tavasz köszöntő. Omniasol Temperat, Purus et Subtilis, Novo Mundo Rezerat, Faciem Amorem Properat, Animus Heriris, Et Jocundis Imperat, Deus Pueriris. És akkor majd tovább. Na, elmondhatjuk, hogy hallottuk, akkor vagy szélesztettélek el. Ja, <laughs> Na, szóval, hogy de akkor nem volt neked rossz átmenni kvázi egyrészt zenekritikusnak, másrészt műsort csinálni, meg ilyen, ilyen rejtélyes izéket olvasok, amik azt se tudom már micsoda, de lehet, hogy nem is emlékszem, hogy a miniszterelnöki kabinet parlamenti tanácsadója. Ez például mi az össz? Hát volt ilyen. De az mi? Egyáltalán mi az? Hát figyelj, a, hogy az mi. Um, szerintem mindenkinek, aki miniszterelnök, vagy aki miniszter, vagy aki talán még államtitkár is, van valamiféle készítő csapata, vagy egy embere. Uh. Aki, itt tudom én, akkoriban, amikor ez velünk történt, akkor voltak a a milleniumi zászló átadások, tehát a 2000-es év környéke, tehát tudom én, 2000 zászló, de amely település kért, az kapott az államtól zászlót. Júbilami zászló, de csak ide, ide mindig vagy a miniszterek ment, nyilván őt hívták meg, de hogyha nem ő ment, akkor valaki helyette és ott illet fölkészülni annak a helyiségnek a történetéből, valami helytörténeti apropó kellett, valami kis költészet bele, valami szimbólum. És erre, erre, volt egy csapat, három-négy srác, akikkel ezt, ezt mi csináltuk, és, és mellette nekem még dolgom volt a figyelni a parlamenti interpelációk és azonai kérdések témakörét is, ami akkor három ülésezés üléshezés volt, ezért az három hetet jött csak elő, de, de, azért az izgalmas volt, amikor a, nem tudom most, hogy van éppen a, a, a ház szabály, de akkor úgy volt, és én bőven volt SDS is, tehát Bauer Tomások simán megcsináltak azt, hogy mivel stb, fél kilenc októtt leadni a kérdést, fél cig lehetett leadni a kérdést, azonnali kérdésnél elég volt leadni aznap, reggel egytől volt ülés, és nem kellett megadni a szöveget, csak a címet. Uh -huh. És ha valaki beküldte reggel a titkárnőt, hogy ne fakszol de faxol Ne faxol, de korábban csak pont fél kilencöt, egy perccel, és csak a címet jelöljük meg benne, akkor. Á, mire átjutott hozzád, mert átmegy a házelnökön, stb., mondjuk tízre megkapod, és uh, a miniszterök pedig mondjuk, mit tudom én, fél tizenkettőkor uh, kéri a választatását. A választ lehetőségeit egy olyan kérdésnek, amelynek csak a címét ismered. és ugye ebből, ebből fakad az, hogy mindent kellett néznünk, mindent kellett uh, olvasnunk. És ez nagyon jó volt. Tehát négy-öt olyan srác, akik közül az egyik teológus, a másik néptáncos, a harmadik operista, de persze mellette végeztünk más szakot, vagy érdeket minket más is. És érdekes volt, emlékszem például a, a szegény baló, hogy nemrég hunyt el, az ő interjúi voltak akkoriban havonta Orbán Viktorral, és azokat elemeztük. Tehát én nem tudom, hogy bárki gondolta-e volna, de a parlamentben ott volt egy kis csapat, amelyik visszanézte másnap, és elemeztük, hogy ez a kérdés honnan jön, vajon miért teszi föl a balol erre, hogyan válaszol, mire célozhatott, hogy mennek tovább, hogy mehettek volna másképp tovább. És utána netán a Orbánnak, hogy így kellett volna? Nem voltunk volna. ilyen szinten kapcsolatban. Zászana. Volt a csapatnak egy vezetője, legfélebb ő elmondhatta, ha akarta, de nekünk ez tanulságos volt. Na, de ide és próbáltuk de... kitalálni, így, hogy mondjuk, Na. ha, ha Balbert azt írja, hogy tudom én a... <coughs> Volt, volt, valami, volt valami ilyen gomba valamilyen ö, szarvasgomba, nem tudom, vala, valamilyen minisztériumban, egy fogadáson azt szolgáltak föl, vagy nem szolgálták föl. Hú, de szeretem én azt. Volt egy ilyen, volt egy ilyen, és akkor ha azt nem voltál képben, hogy mire gondolt arra, hogy a igen, szarvasgomba, kérdője, mondjuk ilyen cím is lehetett, akkor nem tudtad, hogy ez mi lehet, vagy legalább tudtál volna több verziót felállítani. De ide például hogy a fenébe kerültél? Ugye te azt mondod egy interjúban, hogy, hogy téged kiskölyök korod óta tulajdonképpen érdekelt a közélet. Igen, igen. Tehát, hogy te már kiskölyökként néztél híradót, és hogy neked végül is uh, célod azt elérni, szerintem ez mind a mai napig az gyanom, hogy célod, hogy hogy elhitesd egy művésszel, hogy őt érdekelheti a politika, és egy politikussal, hogy ő esetleg még értheti is az operát, meg netán még szeretheti is. Na, ez az milyen kompletten összefoglaltad ezt? Na, látod. Hm? Valóban, tehát csak is ez. Volt a családnak egy erős antikommunista beállítottsága. Nem a Japántól jött, aki de mégiscsak egy reményben is szerzetes volt, erről az meséltem a nagybátyám, volt egy nagy, nagybátyám, egy vegyész nagybátyám, aki, aki világlátott ember volt, ő élt Németországban, az NDK-ban igaz, de hát beszélt egy nyelvet, ami, ami azért hogy mm. meg hallgatta mindig, Na, mert amiért nálunk abban a Veszprémi völgyben Amerika hangja jobban bejött, mint a Szabad Európa, tehát mi azt hallgattuk, mm. tehát este fél nyolckor tudtuk, hogy az Amerika hangja, a szokor rádióból a <síns> ezen keresztül. É, és ő volt az, aki nálamnál 20 éve volt idősebb, tehát, és 33 évesen meghalt egy ilyen üzemi balesetben szegény. Tehát pont olyan korban csípett el engem, mi együtt éltünk ott velük Veszprémben, uh, nagyszüleimmel, és uh, ő volt rám kétségtelen hatással. Tehát ezért tudtam én három évesen az alanycsapatot, meg az aktuális válogatott összeállítását, mély később nyilasival, meg minden. És, és tudtam azt is, hogy egyébként hogy lett a család Kulák család Reziben, Zalában, ahol éltek, miközben egyáltalán nem voltak vagyonosak, volt egy pici bogottyuk, ennyi volt a bajuk. Na, és akkor tulajdonképpen innen jön a közért érdeklődés, és, és ez így egymás mellett jár. Tehát például most nem olvasok kevesebb hírt, mint amikor hírtévés voltam. Egyáltalán most a kevesebb hírt. Ugyanit olvasok, csak nem tudom mire használni. De úgy valahogy étvágyam van rá. -e. Most közben nem árultad el, hogy, hogy kerültél oda a miniszter <laughs> <laughs> Hát figyelj, amikor a Fidesz megalakult 1988-ban, ugye az március végeit Budapesten, de hát én Veszprémben laktam, 18 éves voltam akkor, és és ősszel volt ott egy egyetemista ö, botrány. Ott az államrendőrség lefoglalt dalcséktól valamilyen röplapokat emlékszem, amiket mi viszegettünk oda az egyetemi kollégiumba, és akkor ott megalakult még Szelényi Zsuzsa vezetésével a helyi Fidesz, és én abba beléptem 88 őszén. És aztán így valahogy. Ö, nyilván és te azóta, és nem az vagyok vagy? Fidesz tag, nem. Hát akkor, akkor engem hamarosan felvettek a. A zenőszeti Főiskolára, és akkor én végre elkezdhettem rendesen énekelni, nem a gimnázium mellett már csak. Úgyhogy ott egy, ott egy kicsit az én legális pártkötődésem ugye, elveszni látszott. De aztán 98-ban, amikor Szájer József rengeteget látogatta ezeket a barok operadásokat, lehet, hogy talán Na még tesszé. úgy is volt, hogy te is voltál ott, meg ő is. Az egyik poppel után ott beszélgettünk, és mondta, hogy nem tudja, hogy feltűnt nekem, de esetleg itt, itt, most ők megnyertek egy választást, és nincs -e kedvem valamit itt dolgozni, végül is a művészetek terén is lehetne. És akkor lett volna kedvem, de mire megmozdultam, kicsit lassabban mozdultam meg, addigra már ott pont nem lehetett, viszont az Oktatási Minisztérium egy, egy darabig tudtam segíteni az Európai Uniós Ügyek főosztályán, és aztán pedig jött egy lehetőség ide a parlamentbe, uh -huh. és akkor írtam, emlékszem, egy próba, próba interpellációs választ, és a kékszakra herceg várával érveltem benne, és ez feltűnt ott a csapat hogy ez mit merészen ez a fickó, a herceggel nem fog a válaszolni, és akkor beívtak, és akkor ott ragadtam egy-két évre. Uh -huh. Olyan nem volt, hogy olyat kellett írná, írnod, amivel nem értettél egyet? Nem, hát tulajdonképpen amiket mi, mi csináltunk, azok beszédek voltak, például az egyik ország értékelő beszéd az elsők közül való, tehát második, harmadik talán, az például egy, egy filharmoniás út során született, annak az indító képe. Ezek egyébként fontosak, hogy milyen indul egy beszéd, képes az egész beszédre hatása lenni, hogyha a szónok jól építi fel, meg elfogadja. Persze, hát ez már a görögöknél egy tan volt de, a retorika. De, de szerintem neked tetszeni fog ez a, ez a, ez a példa. E Jézus már, Lenti, Lenti a, 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 városka neve, ahol hát, A filamóniával... katonaság is szakadt ugye dúlni Igen, anno. de mondjuk nem voltam, azt, azt Igen. így meg, mint művészke. De, de Lentiben jártunk a Filamonia kisbuszával két szoprán, én magam, meg egy zongorista, 200 előadtuk az ilyen Mozart Opera kommandó műsorunkat uh, diákoknak, néha, néha óvodába is. Na, és akkor Lentiben is volt egy-két előadás, egy, egy lerobbant Kúriában. És előbb értünk le, hát fél kilenckor Lentiben lenni Budapestről, azért hát nem is tudom, a hajnali indulás volt, oké. Okay. Még nem volt meg az m teljes hosszában. És képzedejen ősz is volt ráadásul, és uh, kikértem magam a parlamentből, és nézegettük, és egy gyönyörű platánfa volt ebben a Kúria előtt lévő, vagy inkább mögött lévő parkban. Olyan platánfa, hogy a, hogy a törzséből vízszintesen ágaztak el az alsó ágak, mint a beton, és csak megy, megy, óriási platánfa. Na, akkor jött valaki és mesélte, hogy nyitott a házat, mondta, hogy ez a platánfa 500 éves. Azt a kutya, minden, 500, mit láthatott ez itt? Ez a Mátyás kora, meg minden. Uh, és aztán, uh, 1992, hát majdnem, majdnem. Tíz éve hat meg Mátyás, mondhatnám. Uh, és képzeld el, hogy, hogy a, a, a fatövétől visszafordulva vettem észre azt, hogy pontosan szemben van vele a kúria. De pont. Mondom, a kúria hány éves? Azt mondta, hát 250 körül van. csak akkor jöttünk rá, hogy a fa már akkor ugyanekkora volt, és létezett 250 éve, amikor a kúriát elkezdték építeni, és megnézték, hogy hol van a fa, és ahhoz épült fel a kúria. Uh -huh. És akkor ebből egy olyan képet lehetett kibontani hónapokkal később, mikor ezen agyaltunk, hogy honnan kéne ezt elkezdeni, vagy mi, mi lehetne egy jó javaslat arra, hogy a, hogy a, hogy a meglévő adottságainkból hogyan hogyan nőhet ki valami, de akkor én javasoltam ezt a, ezt a szép képet. És, és nem pont ilyen, mindig átírtam a amit mi írtunk, de, de, de valami hasonló módon indult el végül az a beszéd. Na és akkor lehet, hogy ennek köszönheted, hogy tehát, hogy ezeknek a kapcsolataidnak, hogy egyszer csak állítólag számodra is meglepetésként kineveztek a Duna TV vezérigazgatójának? Annyiban valóban meglepetés volt, tehát ezt nem cáfolnám, hogy előtte ugyan hallottam erről már, hogy ezt valakik tervezik, és egyszer hónapokat... Ezt hogy lehet így hallani egyébként? Amikor Verm Randás a Fidesz korábbi uh, agytrösztje elhunyt, akkor az ő temetésére én elmentem, mert kétszer-háromszor így hasonló módon leültünk vele rádióműsorban, tévéműsorban beszélgetni, és, és meg munkaközben is láttam még őt a 2002-es választáson a kampányban, és nagyon becsültem őt, tehát az egy hihetetlen fej volt a vermerandás. És ott a, ott a temetés után volt egy beszélgetésem két, két a, a, a háttérben mozgó és sokat mozgó fideszes vezetővel, és ott, ott megpendült egy ilyen húr, hogy, hogy, hogy esetleg, ha lenne egy közmédiás átalakítás, akkor, akkor szerep, szerepvállásként szóba jöhetne. Biztos többen fognak pályázni, de hogy én magam például be, be beadnám-e. És akkor bennem egy pici, tehát valami megmozdult, mert, mert mindig szerettem volna egy kótestévét csinálni és a közmédiában a Duna TV benne, benne volt. És hogyha itt kinéz egy átalakulás, akkor már nem volt Csenyi László a posztján. Ugye ő nyáron, 2010 nyarán ő De itt -e te olyanokat hát nyilatkoztál, hogy itt minimum egy milliárdot elcsaklisztak, azt is, azt is nyilatkoztat, hogy hát ha ennek nem lesz semmi következménye, akkor hát az... Na most az, az egy az, 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 rossz fényt vett akkor majd. most a lirába Igen. ki kell jönnöm, jó. mindegy, Szóval, hogy ott akkor én elkezdtem gondolkozni valamin, aztán később ez teljesen elhalt, és ahhoz képest meg néhány nap alatt visszaépült. De mitől halt teljesen? Figyelj, én úgy, úgy gondolom, hogy akik azt a médiatörvényt szövegezték, gondolkodtak esetleg ebben, abban, amabban. Egyszer én is érdekessé válhattam, aztán később lehet, hogy más lett érdekes. Nem hát igen, tudom... mert nem volt túl hosszú pályafutás adott a Duna de az igaz, amit írnak róla, hogy te ott 500 embert rúgták ki. Nem, hát az nem úgy van. De, nem, de, nem, 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 de a pályafutása, úgy van, aztán ugye, úgy azt hiszem, a Hír tv 8 évet eltöltöttem. Nem, hát a Duna TV a törvény maga, a törvény erejénél fogva egy változás elé állította. Én november vége fele kerültem oda, és a többiek is, tehát az MT, a rádió és a, az MTV élőre is így kerültek a, a többi urak hárman. És ott a fogva, 6 hat, hat héttel később a törvény megmondta, hogy 2010. De 31 évvel átalakul az egész, és maradnak szerkesztőség szerint működő, maximum 50 fős fejettségek, egyiknek az én, én lennék, és a, és a többi dolgozót, vagyontárgyat, szerződési kötelmet, minden mást át kell cedálni, a jogászok így mondják, átcedálják egy jogutód szervezetre. Tehát nem kirúgva lettek a dolgozók általam, hanem átlettek téve az MTVA nevű nagy konglomerátumba, ahonnan aztán később voltak elbocsátások. A wikipedia de... De ilyen így szerepel. Hát, hát ez, ez eddig rosszul van, ez így. Ő, ő. Tehát én nem rúgtam ki személyesen senkit onnan, uh, hanem átlettek ők téve egy, egy, egy másik, egy, egy jogot. Mi a csinál. helyzet ez egy milliárddal? Nagyon rég volt, hogyha most pontosan meg kéne mondanom, nehéz lenne a helyzetem. Az tény, hogy ott számos olyan ügyet tártunk fel, amelyek az előző elnökséghez kötődtek. Itt voltak személyi ügyek is, tehát hogy mit tudom én, valakit színleg elbocsátanak, aztán visszaveszik, aztán más lesz a titulusa, de közben nem kell visszafizetnie a végkielégítést, vagy hogy a boltból elvisznek egy akkor nagyon komolynak számító Blu-ray cuccot, meg egy nagy Sony tévét, de már a be se ír a Duna tv eltára, hanem elmegy haza, mert onnan kell követni a tévében zajló adásokat. Szóval voltak ilyenek, ezekre írom meg egy, meg egy, vagy írhattam meg egy, meg egy rossz, egy rossz műholdtenderre, amit a Norvégtelen Telenor nyert meg végül, de közben az MTV nek volt egy jobb, jobb ajánlata, amire mi is fölmehetünk volna, szóval ez, ezekben végül lett keresni. következmény, vagy ezt el? Úgy tudom, hogy perek azok indultak, és szerintem végül ezek aztán nem kerültek el valódi, tehát szerintem ezek vagy ezért, vagy azért, de végül meghiúsultak. Uh -huh. És aztán tehát előbb-utóbb aztán ugye innen kerültél az ház Hoz, ahol már voltál is, de hát nehezen tudunk, mert voltál kommunikációs igazgató, igen. meg mit tudom igen. én, mi vagy négy évig, de aztán lettél uh, miniszteri megbízott, és hát aztán 2011 óta, vagy 13 óta, vagy főigazgató. Igen, biztos lettem 11 ja, kormány nyarán, ami hogy azért is lehet érdekes, mert nagyon furcsa helyzetet eredményezett, hogy a, hogy a miniszterek személyes alárendeltje a kormány biztos, de ha egy intézményt is vezet, mint nálam ez volt a helyzet, akkor mégiscsak tartozik egy minisztériumhoz, amelynek viszont van egy államtitkára, amelyik felügyeli az intézményt. Tehát, hogy a, én magam nem voltam Szőcs Géza államtitkár úrnak a felügyeltje, de az, de az intézmény, amit felügyeltem, az az ő felügyeltje volt. És ebből mi következett gyakorlatilag? Valójában semmi, csak éppenséggel, ha kevésbé fértünk volna össze, akkor ebből lehetett volna egy nagy legitimációs vita, hogy most akkor tulajdonképpen De ki, ki, miért felelős. Nem, csak inkább, inkább azt akartam ezzel mondani, hogy, a, hogy a kormányzásának nagy hagyománya van az operáz élén, mert ez egy nagy szervezet, ez a legnagyobb magyar kóta és szervezet, mióta létrehozták, 84, 1884 óta, és mindig szembe ütközünk azzal a meg nem értett állapottal, hogy miért kell ide ennyi pénz. És miért kell, ennyi ember? És ezért előbb-utóbb minden kormányzatban valaki azt mondja, hogy na akkor, ide tegyünk egy kormánybiztost, mert itt valami nincs rendben. Aztán utána, hogyha a kormánybiztos ügyes, akkor hosszabb, rövidebb időre meg tudja győzni arról a kormányzatot, hogy egyébként ez így, oké, okay, ez egy ilyen nagy igényű dolog, hát, olyan, mint egy mamut, hát egész egy Mamuton műfajt, nem lehet számon kérni szok... egy cicának a, a lábnyomát, hát nagyobb igen, is kész. Igen. Ugye azt tudom, hogy, hogy a nálad a legmost azon túl, hogy nagyjából lementek addigra a balhék, mire te oda kerültél. Tehát az a balhé, hogy ugye a kellett Kovalik Balázsnak, a főrendezőnek, a Fischer Ádámnak, aki hát mégiscsak a... Tudod, hogy ez, ez 2000 tíz nyara előtti két azért mondom tehát hogy addigra ezek a részek tehát, tehát ezek, hogy ezek ezt igen. a, a szoci kormány alatti. Igen, tehát hogy ezt, való, nem lehet a, ezt nem lehet a ezt nem lehet a nyakadba varni. Ami miatt téged szoktak utána szóval most meg meg két úr felé. Már csak azért sem. Igen de nem hajlandó neked beadni a derekukat. nem. Szóval hogy tehát ők mégis nyilvánvalóan Hát de hogy kire de ezért, ez, értelmes dolog? Hát, <laughs> de velem nem is nyilván azokra, tehát. akik miatt menni ők kellett, és az lehet, hogy esetleg nem a legalul keresendő. Nem tudom. No, bevallom, nem tehát, tudom azt. hogy, de hogy hogy, 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 ami miatt ugye rád az még mindig hal az ember ilyeneket, hogy ugye te megszüntetted a társulatot. Tehát, hogy, hogy és itt ilyen értelemben akárhogy veszük, kirúgtál embereket, és, és ugye visszaszerződteted hát szerepre. Ami ugye ezzel lehet vitatkozni, van ilyen szisztéma is olyan, és a színháziak mind a mai napig állítják, hogy a társulati lét a legmagasabb rendű működési forma, de nyilván vezethet egy eltespedéshez is, hogy ott dekkolnak olyanok, akik már nem is énekelnek, nem is, csak fölveszik a magas fizút, állítok erre a Duna tévében is volt példa, hogy nem csinált semmit, de fölvett, fölvett esetleg magas pénzeket. Szóval, hogy, 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 hogy erről mond el, hogy ezt miért csináltad, és egyáltalán, hogy hogy például neked milyen volt ez átélni? Én már valószínű, hogy úgy halok meg, hogy életemben nem rúgtam ki egy embert, és, és valószínűleg évekig nem aludnék, ha csak Most egyet is mit kívánjak, hogy sokáig és, <laughs> és még rúgja ki, és nem akarok kirúgni már 30 másikét. év múlva legyen egy, egy, egyetlen egy dolog. Szóval, hogy ez milyen, amikor végül is 160 embernek, ha jól emlékszem, annyi volt, akit, akit így elküldtél, azt kell mondani, hogy bocs, te most nem, és majd hívunk, ha szükség lesz rá. 144 ember volt, akit Nőm. el kellett küldeni, de itt a kellett szót aláhúznám, mert volt akkor 2012 februárjában, vagy kora tavaszán, tehát ezelőtt hét éve, voltak, hogy általános állami kacsusítási akarat. Tehát mi például megkaptuk a minisztériumból, az idézett ámtitkár úrtól megkaptuk azt az úgy, úgynevezett táblát, amelyikben bele be volt foglalva, hogy, hogy milyen elbocsátási számot várnak tőlünk. És ehhez képest Réthelyi Miklós akkori miniszterre sikerült letárgyalni ezt a, ezt a 180 körüli ö, ö, státusz spórolást, 40-nel kevesebbre, 144 volt végül. Nyilván a nyugdíjasokkal kezdtük, mert hát azt lehetett a legegyszerűbben intézni, meg valahol nyilván ez az életnek is a rendje, de óhatatlanul el kell dönteni, hogy most akkor mit csinálunk, hogy egy, hogy egy az akkor már intézés alatt lévő erkelszínázi újranyításra képtelen állapotba jut, jutó, énekart és zenekart vállalunk-e? Tehát miért lesz az jó, hogyha annyira meg kell csonkolni őket, hogy majd netjük az erkelt birtokba venni, vagy inkább más felől uh, nézzük a dolgot, és uh, volt 32 olyan énekesünk, aki állásban volt kétségtelen. Hát én emlékszem, hogy te úgy, hát akkor már lehetett tudni, hogy megnyitod az erkelt, ami neked szerintem óhatatlanul hatalmas érdemet, hogy nem hagytad elrohadni. Ö, és és te úgy küldtél el embereket, hogy lehetett tudni, hogy de hát majd az Erkelben meg kell ember, csak azt nem lehetett tudni, hogy mikor nyílik meg végre az Erkel. Ez egy elég hülye helyzet volt be, ugye? Szintén. Csak hát ugye az Erkelnek akkor még a közbeszerzései zajlottak, tehát tényleg mindenki azt mondhatta, hogy jó, most ezeket küld el, aztán majd meglátjuk. És én magam többeknek mondtam, akikről fájdal, akiktől fájdalmasan váltunk meg, hogy amikor majd meghidetjük az álláshelyeket, jöjjenek vissza, ne gondolják azt, hogy nincs visszaút, mert hogy a két alkalmas jelölt közül választani kell, egy azon alkalmasságot tételezzünk fel. Nyilván azt választjuk, amelyik egyébként tudja a repertoárt, legyen az ügyelő, zenekari hegedűs vagy énekkari művész, és volt is ilyen, nem is egy aki visszakerült. Csak hát se nekik az, 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 a fél év, egy év, ameddig nem voltak, eh, ha bár ugye pénzt kaptak, hiszen végkérdéseket eh, fizettünk, azért az lelkileg nem, nem volt egy eh, nagy Hát nyilván érez, nagy hogy kellett, hogy egy rakat gyűlöl, nem? Hát talán meg tudták azért érteni, hogy ez most nem egy eh, saját találmány. Én, én nem is ígértem, sőt ellenkezőt ígértem előtte pár hónappal. Én azt ígértem, hogy nem fogok senkit elbocsátani, az el kell, nyitjuk meg, és kell az ember. De hogyha a kormány azt mondja, hogy ezt már pedig végre kell hajtani, mert nem tudom én, a hiány cél érdekében ez szükséges, akkor nem tudsz mit tenni, most előtte hát fili neveztek ki, nem mondhattam azt, hogy, hogy most ő... rögtön állok fel. Van, aki azt mondja, hogy bizonyos dolgokat akkor ő nem hajt végre. Hát De ilyen volt. Hát ezt azért lehet sejteni, hogy például a szinetár Miklós meg a Vigyázki Attila azért is mentek el az operáz éléről, mert ők nem voltak hajlandók bezárni az Erkers színházat. Hát mondjuk bezárni, és zárnám be, De amikor, amikor az ember látja azt, hogy, hogy oké, okay, akkor ezt most meglépjük. Azért nem kis vita árán megmondom, azért csak 40 emberrel kevesebbet küldtünk el végül. Akkor az, az is előttünk de ezt így fogalmaztam, akkor megemlékszem, hogy a, ha már be kell venni a keserű pirulát, akkor legalább gyógyuljunk meg tőle. És én a társadalmi létben problémát láttam. Tényleg. Hát az, 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 nem állapotos gondol, de most a pontos számokat nem tudom, 7 éve történt, de, de mondjuk nem tévedek nagyon, azt mondom, hogy, a, hogy, az, hogy az éneklések, tehát a kitűzések, amiből egy évben nálunk több ezer van, három 4 ezer is van egy jobb évben. Mm -hmm. Most abból énekeltek el mondjuk a, a belsősök ezret, és a külsősök pedig három ezret. És mindig probléma volt, hogy én miért vagyok külsős, Azért, mert nincs álláshelye a belsőn. De hát azok meg nem is énekelnek. Igen, de őket nem tudott kitenni, mert ők közalkalmazottak határozatlan időre. Azt lehetetlen gyakorlatilag olyan védett állapotban vannak. Úgyhogy ez így nem volt jó, és hogyha itt ez a lehetőség, amit én próbáltam, akkor így fel egy lehetőség, akkor, akkor tegyük meg azt, hogy ígérjük meg nekik, és ez így is volt, és aztán meg is helyt is álltunk ennek hogy a következő mondjuk két évben kapnak, mindegyik kap visszaszerződést, Tehát nem a semmibe ugrik egyébként, ráadásul mindegyiknek járt, mindegyiknek járt, mert az életkorok meg itt elmentek ebben a 32 állásban, uh -huh. mindenkinek járt, az akkor még pont meglévő magányénekesi nyugellátásszerű, ilyen előnyugdíjszerű dolog. Tehát ők utána, nem tudom pontosan mennyit, 200 forint körüli havi ellátmányt megkaptak, mm -hmm. egész addig, míg a nyugdíjas kort nem érik. Tehát nem a semmi mentek, és akkor ahhoz képest jöttek a visszaszerződő szerepletősek, de nyilván ugye tag volt Sümegi Eszter, ami, aki ma is a vezető szopránunk, tehát ilyen, ilyen művész is volt köztük, de olyan is volt tag, aki egyszer nem tudott mit kezdeni, mert nem volt két egészséges hangja más színpadon. Úgyhogy most. Na so, de egy sok mit szólt eső meg, amikor azt mondtad, hogy bocs, akkor most. Ő, nem tudom, hogy ez ne az haragulj. Eszter éppen elhitte pont, hogy ez számára például jobb lesz, mint ami eddig volt de aztán pár hónapok később el kellett hinni, és ez a mai napig így Mert van. az igaz, hogy viszont a fellépti díjakat megfelemelted. Abszolút. Tehát aki, aki, aki most énekel, nem, nem, nyugati pénzt kap, de már ahhoz hasonlót kap, mint hogyha a nyugati fellépéséből az ügynök levenni a sajátját, ott keményen megadóztatnál az állam, ott kéne fizetni a szállást, a családtól való távolság, egyéb költségei, szívfájdalmat, évet, Tehát most már azt mondom, hogy, hogy azért legalábbis egyet gondolkodik az ének vagy a karmesterünk azon, hogy azt vagy ezt vállalja el. Aztán, hogy még mindig elmegy oda, de, de legalább már nem az van, hogy azonnal mennek. Uh -huh. Uh -huh. Na, ugye? És aztán te hoztál sok mindent, hogy ilyen lóhalálban tartottál százezer bemutatót. Ezt is vitatták sokan, hogy, hogy miért. Én is emlékszem, hogy ugye népszavánál voltam, és megjött a hír az mt be azt hiszem, hogy 30 bemutató, most hasonlók, de nagyságrendileg azt hiszem, valami volt. És betelefonáltam a titkárságra, hogy biztos elírták, mert hogy ez nem lehet. És akkor ott elkezdtek egy kicsit hümmögni, elkezdték összeszámolni, és akkor mondták, hogy de bizony az annyi, nyugodtan hagyjam le hírként. Tehát, hogy, hogy tudom, hogy nagyon frissíteni akadt a nem mert voltak ilyen 30 éves matuzsálemek. Csak ilyenek voltak. Meg volt egy rakat, amit meg 30 éve nem játszottak. Volt Tehát, éve. hogy, egy, hogy izé, de akkor is tudom, hogy ez valami őrült hajsza volt, hogy lényegében, ha a nyári szünetet leveszem, akkor minden héten egy bebutató. Hát. Ami aztán ment minden négyszer, és utána eltűnt egy évre a sűjesztőbe. Hát így játszanak a repertoár egyébként, akik a Semi alkalmazzák, tehát ezt az át, átfedéses játékszerkezetet. Szerintem ez jó döntés volt, mert ugyanakkor szerettük volna a nyilvánosságot letámadni egy újszerű, újszerű reklámstratégiával, tehát újszerű plakátokhoz, művész tároláshoz, akartunk nyúlni, és emellett pedig az újságírók, igen, az elkényelmesett újságírók érdeklődését is fel akartuk kelteni, mert nem jöttök el a 170. Toszkára, akárki jöhet bele, vagy jó, rendben van, Pavarotti jön, akkor eljöttetek volna, de nem jöttök el, csak a premier érdekes és innentől fogva Ugye, az, az embernek azért, amikor van egy az egy készítetése. Figarót fogja énekelni, meg a... Jó, mondom, van egy két <laughs> akkor, akkor, de alap... a grófot is, akkor szerintem én el fogok menni, de nem mégis, Nem csak az újságírók, a közönség figyelme is, a premiereknél még mindig tetten érhető, és Aha. ezzel érdemes élni. Egyébként meg, hogy a 32 vagy nem 32, hát most már azért akár mikor hidetünk évadot, most is pár hete, már úgy fogalmazok, hogy akkor aki rosszat akarolunk írni, és sokalja az évadszámot, vagy a premier számot, annak mondom, hogy mit tudom én, 21. Aki pedig a realitásra kíváncsi, annak mondom, hogy akkor, akkor ott van három balett egy felvonásos, amit rögtön akkor szedjen le, akkor most 19 De nél De azt Kintek vagyunk, mert, rabasz, a, mert rabasz, ennyi, jó, hát, hát egyenlő, ennyi, a, a, a kalendáriumban, külön darab. Ja. Akkor van számos egyfelmasos opera, amiből ugye kettőt, néha hármat teszünk egyestére, azért lefogy ez, ez meg egy koprodukció volt, ez meg a a szabad szabadtérre már kihozott előpremiérnek a kőszínházi verziója, a Sába királynője volt. Igen, most is lesz ilyen, ugye a csárdás királynő, ami az az operetté, igen, bocsánat. Nekünk most egy pár éve nem volt ilyen, de a Carmen, a Sába királynője, szerintem még valami más is volt, ami ebben a szerepben tetszeget. Az a lényeg csak, hogy ha ebből leveszed, mondjuk eljutsz mondjuk 15-ig, Uh, és akkor azt mondod, hogy de ez két színház, bocsánat. Mert ez a baj, tudod, Na, hogy... De most nem hogy, két színház! De, de amikor róla beszélsz, az két színház volt 17 Na. nyaráig. De kulcs, akkor hát itt a kérdés, hogy akkor mi az izé van az operával? Én most visszanéztem azt az interjút, amit 2015-ben csináltam veled. Abban az szerepel, hogy 18 milliárdból megoldjuk a felújítást, 11 hónapra kell majd bezárni. Igen hát lehet, nagyon lehet. máshol járunk ugye. 18 az biztos nettó volt. Az lehet ezt már az nem tahu. tudom. Aha. Főleg az én számtani képességeimmel hát nettó volt. Valójában tehát csak az az mosolyogjon ezen aki még nem próbálta meg mondjuk a, a mondjuk a házjáig lakásának az erkélyét beüvegesztetni és azt gondolta hogy ez két hét alatt megy és akkor kiderült hogy az mégis inkább egy hónap, és másfélszer annyi, mint gondolta. Hát ezek arányaiban ugyanilyen típusú csúszások. Tehát egész egyszerűen az ember az állami szférában egész másképp egy fölkészüljön, mint egy, mint, egy, mint egy magánvállalkozás esetében, ahol szintén vannak csúszások, hát erre mondtam az ott, otthoni példát, de nálunk is azt hiszem 6 négyzetmétert építettünk be a teraszon, eh, majdnem egy év ment rá. De akkor most mire lehet számítani, Vagy még mindig tolódhat ide oda amoda? Tehát, hogy <laughs> hogy ugye, az van, hogy az ember már várja, és ti is kiadtatok ilyen éves műsorterveket, amiben már mit tudom én, két évvel ezelőttre oda volt írva tavaszra, Azért, hogy, hogy akkor a Istenek alkonya már tavasszal bemutatódik az egy operaházba. egy, egy igen. Volt beírva. 18 e májusára volt beírva, valóban, Aha. azt szerettük volna, még nincs egy éve. Még <coughs> derül neki, mert mondják, hogy kiderülnek ilyenek, hogy itt van még egy freskó, ott van még egy freskő, hogy ilyen műtűrkézős dolgokat kell csinálni, de ezek egyrészt nyilván pletyka, csak hát terjed, mert nincs elég információ, és hogy ilyen műtűrkézős ember 50 van Európában, és akkor lassan műtűrkéznek. Tehát, hogy ilyeneket lehetett, hogy mi a helyzet? Mindenféle van. De azért azt is vegyük észre közben, hogy egy Eiffel nevű helyet csak kinyitottunk. Igen, és azt mindjárt majd tovább. Jó. Csak nagyon megy az időnk, meg elvileg még bejátszásaink is vannak, na mindegy. <gül> <gül> meg opera... meg még a podgyiról is kell beszélni. Opera házat, ami illeti. Tény, hogy ez, ez nem ipari műemlék, mint az Eiffel, hanem ez Budapest, sőt Magyarország egyik kiemelt műemléke, turisztikai mágnese. Tehát nyilván nem lehet elhamarkozottan felújítani, de ezért, ezért lehetett, hogy 15-ben már erről számokat tudtam beszélni, mert évekkel korábban kormányhatározatok, nem egy több, foglalkozott ezzel. Ugye jöttek a különböző közbeszerzéseink, egyszerre két projekt fut, színpadtechnika és a többi építészeti projekt nem csak az operázról van szó ebből a pénzből, hanem az üzemházunkról is a 12 szintes hajós utca épületről, tehát ez igazából két épület. E, és e, tulajdonképpen e, most a kormány előtt van egy olyan, e, vagy lesz néhány héten belül egy olyan és amelyik kapcsán el kell dönteni a kormányzatnak, hogy a, a történeti felújítást, az úgynevezett ibl programot támogatja-e, vagy abból mondjuk mely elemeket, amelyik több időt vesz igénybe, többe fog kerülni, viszont egyre több olyan elemet állít vissza, ami ibl korában úgy lehetett. Vagy amit mi korábban szerettünk volna, a korszerűsítést támogatja, ami rövidebb időt vesz igénybe, kevesebbe kerül, viszont nem csejlik ki a teljes tetőt, amit majd később egyszer meg kell rendesen oldani, most, most akkor csak megjavítanánk. És még van számos olyan kompromisszum, amit, a, ja, amit és ami akkor ez első. Ez még nem dölt el, és akkor ezért. Ez még ez nem, nem dölt el, és közben nyilván volt 500 helyen falkutatás, amit nézőkkel, tehát játék alatti operázzal nem lehetett volna megoldani. Uh, úgyhogy uh, az sem igaz, hogy túl korán jöttünk volna ki a házból. Szerintem egy ilyen házból akkor kell kijönni, amikor még nem, nem, nem halt meg ember az összes lejárt, uh, uh, meg uh, idejét múlt technika miatt. Úgyhogy uh, most erre, hát az igaz, erre, hogy erre, még erre ilyen is. ndk s technika volt? Hát az igaz, mert azt uh, 1981-ben beszerelték, és akkor az NDK szerelte be. Most, most egyébként a színpad technikai része csak nem kész van. Jó, tehát akkor mi Megint várható? Megint német, de ez most más. Mi várható? Nem tudjuk most se, Figyelj, ugye van egy miniszteri biztos az építkezésnek, Bán László személyében, tehát hivatalosan neki kéne... Azt sokan uh, néztek kérdést. nagyot, hogy, hogy az például hogy lett? Hát te, is de... né, te is néztél nagyot? Én is néztem nagyot, de utólag végül is tudom illeszteni egy olyan rendbe, amelyik most az állami <laughs> beruházásokat egy kézbe teszi. Tehát lesz egy állami ügynökség, amelyik már idén föl is állt, és a 750 millió forint fölötti beruházásokat már ők veszik kézbe. Tehát itt is van egy ilyen egységesítési uh, szándék. Szerintem a, az Ejfelnél ez igazából szükségtelen, mert ez gyakorlatilag már akkor már szerkezett kész volt, amikor a döntés erről megszületett. De az opad esetében uh, még lehet értelme, de most bármit akarok itt mondani, nem tehetek más, mint azt mondani, hogy <laughs> akár a 2020 ősze, de a 21 ősze is elképzelhető. Attól függ, hogy mekkora döntést vállal a kormányzat ennek kapcsán. Na, akkor örüljünk egy kicsit az Eiffelnek, és én nagyon örülök. Hogy annak is már rég kész kellett volna lenni, meg most sincs kész, de benne, meg elkezdtetek benne játszani, még ott fölvonulnak a tűzoltók, meg gondolom, hát ha valami még letán beomlik. Van egy ilyen kötelezettség. Még, nem, 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 ja, semmi ja, ja, veszély ja, ja, ja. Még, még, nem folyik, még, a, még nem ivóvíz folyik. A... Ivóvíz Mo... folyik, csak nem vettük most... még le a cédulákat. Ja, hogy, kedveli. ja, igen. hogy, jó, jó, igen. A tesztek már negatívak. Még nem igazán van fűtés az előtérbe. Tudom, te azt mondod, hogy van, attól mi még ott fáztunk. Szóval, tehát, hogy, hogy milyenek vannak, meg hát a többi része nincs kész. Tehát a, a raktár, a díszletraktár, a műhely, a nem tudom mi, de elkezdtetek ott játszani, és ez egy nagyon jó hely. Tehát ve, nagyon jól néz ki, és olyan, olyan, olyan igazi, tehát hogy itt ilyen lehet innovatív új dolgokat csinálni. Ha kimegy oda a néző, mert állítólag úgy majd, amikor, mert most még egy ilyen, hát ilyen Regisztrálni kell, és ingyen lehet menni, mert próbaüzem, de aztán lesz 9900 forint a jegy, és kérdés, hogy azért kőbányára az opera közönség lesz? lesz. Hát ez egy nagy kísérlet. De Mindenki nagyon számára... jó a hely, úgyhogy <coughs> mindenkinek ajánlom. Mindenki számára kísérlet. Valóban ide szeretnénk tenni azokat a műveket, a barokoperákat például, vagy azok átiratait abban. Hát, igen, tehát egyáltalán kamaraoperák, amik <tört> kamaraoperákat, kísérleti nyelvezettel megszülető színházi produkciókat, kortárs táncot, kortárs operát és 20. századi műveket akarunk itt játszani. Ez most bemutattátok a, a régi a... mániádat, a két ilyen mozart, mozart kairói a, 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 rászabot, <kül> a regény, igen, így van. De amit már valami 20 éve akartál. Hát lehet, hogy majdnem, 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 30 is van é. az. E, valóban, tehát az a, az a, szándék, hogy, hogyha már egy ilyen terem a Bánfi Miklósról később, majd szeptemberben a hivatalos átadókor elnevezendő terem előállt, tehát hogy operaházi szélességű színpad van, és operázi zenekarjárok méret, és egy kisebb nézőtér, 400, maximum 400-os nézőtér, akkor... Mert hogy állítható, az is mobil lesz, tehát a székek azok lesznek, amik most vannak. Nem, ez most idegenes tribű, igen. igen, nyáron ezt meg rendesen, de... Valóban azt szeretnénk, hogyha 400 elkötelezett ember jönne oda, aki, aki nem fehérfakban kíván megérkezni, nem ez a lényeg számára, hanem... hanem mit Tehát lehet én, az, hogy úgy mondjam, a trafónak a közönsége, egy, akár? Egy, Tehát, hát, hogy egy ilyen táncnál, a igen. Hát, hogyha, hogyha valakinek a, a, a Sáron Eyal neve mond valamit, kiváló Tel aviv koreográfus, akkor ő oda jöjjön el, és ne kelljen neki nem tudom milyen ruhakölteményben pompázni. Az arany ne feszélyezzék, itt nem fogják. Ez egy ipari-industriális környezet. De ugyanúgy Operában is. Van. is. Még mozdon is van, lesz benne étterem, a, a, a mozdony vontatta tigfa étkezőkocsiban. Tehát tényleg egy olyan, olyan cool eh, hétvégi esti helyszín kíván lenni, a végén mindig jazzel, majd amelyik egy kicsit kineveli a közönségnek azt a részét, akit szerintem már majdnem elszalasztottunk. Uh -huh. Tehát behúzza őket oda, aztán mennyiért jönnek majd be, majd ez elválik. Szerintem egy exkluzív helyen ezer forint nem lehet föltétlen sok, de lesznek oda bérleteink is egyébként, és szerintem olyan is lesz, ez a mostani Sőt, Máté pasos Akinek eleve bérlete van, az oda fél áron veheti egyet. Lesz tehát, majd egy ilyen lehetőség. Lesznek kombinált szerintem oda, és még olyan is lesz szerintem, hogy, hogy hogy lesznek ingyenes előadások is. Mert ugyanakkor a hozzáférésről is szólni kell. Hát azért minket ti valamennyien, a közönség, a, a nézők is az adóforintunkból egyszer már finanszíroztatok. Tehát ez egy nagy dilem, hogy a Vinyászki vajja ezt, hogy hát miért kéne gátja legyen a jegyár annak, hogy hozzánk eljöjjenek, hogyha hát azt mondom, nincs jegy, akkor ezek tele van a színház. Tehát eh, egy Nehéz eldönteni, mert közben... Hát a, a is, mert, mert, közben, közben a ugye a, De mi is, mi is, akarunk majd ilyet, de itt. Aha. Nyilván nem, nem, a, nem az operaházban, ahol Botóság lenne, egy, egy gyak, gyakorlatilag egy, egy, nagy pénznyomtató gépként is, uh, a, egy kicsit uh, durván akarok fogalmazni, felfoghat az óparaház, amelyikben tényleg fizessék meg a jegynek az értékét. Tehát Figyelj, ne legyen értéktelen. Muszáj, mert nagyon a végén járunk. A Porgy és Beszről egy picit beszélni, Ez sokaknál kivette az ízét, hogy aláírattad a ö, énekesekkel, hogy, hogy volt, hogy afroamerikai származásúak és érzeletűek. A része Igen. az afroamerikai Mert identitás. hogy ugye van egy ilyen hülye rendelkezése a jogörököseknek hogy elvették Ez a hülye, hülye intézkedés? hogy ezt volt, aki egyébként erről például, ha jól emlékszem, én Kesselyák Gergelyel beszéltem egyszerre egy interjú keretében, még amikor a Margit szigeten tényleg feketék énekelték. A mi zenekarunkkal és A ti zenekaratokkal és énekaratokkal, és akkor én rákérdeztem, hogy van ennek -e értelme. És ő bizony azt mondta, hogy ennek szerinte van, mert hogy bizonyos hangokat, meg dolgokat, ők azért, meg egy mentalitást, ami ott abban a, azon a vidéken van, esetleg jobban tudnak. De világos, hogy annyi ennek az értelme, hogy akkor, amikor írodott a Porgyi, akkor jó nagy rasszizmus volt Amerikában, és hogy ennek akart ellene De ennek most itt Európában tényleg nem sok Még értelme, álmodra, el, amit most nem az világos. Ezt? Tök logikus, hogy keseják, pont ezt mondta aki, a mi első mesterünk is, ezt, ebben nem vagyok teljesen biztos, de... És ő volt az, aki betanította a zenekart, akkor, de akkor simán éppen lehet, a kordjira. Aztán de, nem ő vezényelt, de amit Nem, hát mert jött, jött Igen, valaki. Jött, jött de egy szintén fekete. De amint, amit elmondtál, az logikus, csak hogy nem így volt. Mert akkor még az ember meg is érteni. De, de nem úgy van, hanem úgy van, hogy hogy Görsvén korában ezt mindenki játszhatta és 83-ig mindenki játszhatta, és amikor már rasszizmus már sehol nem volt, akkor elkezdték levédeni a művet. 83-ban. Hát, hát nálunk is ment, hát én is hát láttam, hogy egy ilyen ment. Igen, de akkor azt mondták, Györgyek. hogy jó keleti blokk, hát itt nem lehetett érvényt szerezni. Is, a itt nem, nem, de, de mondom, nem úgy van, itt is letiltották. 83-ban. Dénes István volt az utolsó aki dirigálta a művet, aki most is dirigálja nálunk. Tehát én tőle is tudom, meg hát amúgy is a színházi Anna leszek megírták. 83-ban átnyúlva a vasfüggönyön elérték az itteni tiltást is. És képzeld el azt, hogy, hogy a múlt utolsó hogy játszatok belőle, aztán majd össze újrakezdjük. Felvetítettem a, csak a, a jabbal, hey? Hát most szerintem már marha unalmas harmadszor is, de a, csak a vasfüggönyre felraktam egy pár képet, figyelj, csak mondok, mondok neveket. Marian Anderson, Barbara Hendricks, Roberta Peters, Rary Grist, Jesse Norman, mindjárt, mindjárt mondok, Simon Estes, Willard White, aztán ki van még, Leona Mitchell, most többi zavarom, 18, 18 vagy 19 olyan Fekete bőrű, Vincent Cole, tenorista, Margaret Tynes, Leontine Price. Énekes tettünk fel, aki 83-ban már világhírű volt. Tehát a nagy rasszizmus, amikor levédték a művet, 19 operénekesnek már lemezei voltak, de mindenkivel Grace Bunbury, vagy érted a... a Jó, ezek, palál, ezek, a, ezek, most az ügy. Tehát van a jogtulajdonosokkal vita, vagy per, vagy izé. Tehát, azt kevesen hangsúlyozták, pedig mindig elmondtam, hogy mi a jog pénzügyi részét teljesítettük, ám elküldtük a pénzt előre a kottakiadónak, a Sotunt Zőnel kiadónak és elküldtük az összeget a, a tudom, milyen, milyen nevük, Whitmark nevű ügynökségnek, akiktől még nem kaptuk vissza ezt a pénzt. Mm -hmm. Tehát én úgy gondolom, hogy ők ezt fölvették, és a dolog nagyjából itt véget ér, én szerintem, mert minden más esetben durva rasszista is dolgon kéne vitáznunk, hogy ez ki a fekete és ki a ez, és kína, Igen, és ez az aláírás, ez kellett hát nyilvánvaló egy hazugságot írtak alá, nem? Nem, egy abszurd dolgot írtak alá, de te meg tudod mondani, hogy ki az, hogy fekete? Mert ők nem tudták megmondani nyilván. Mi az, hogy fekete? Ki a fekete? Ezerféle színű ember van. Olyan, o, olyasmi ember is van Magyarországon fekete, aki nem néger. És azzal mit csinálunk? Hát hogy lehet ennek megfelelni? Hát így meg lehet felelni, nem tudod el, elvitatni, hogy én magamat miként határozom meg. Hát most tehette volna mást, de nem az a lényeg, Gábor. Egyébként hogy nagyon a... jól hangszene így a végére, ha <laughs> most magadat meghatároznád. Na, figyelj, hát... Na, Na fér... de ne... gyorsan, egy perc max. Nézd, az én identitásomnak is eltéphetetlenül része az, hogy George Gershwin, aki egy, egy Oroszországból származó zsidó fehér muzsikus volt, és megírta a szerinte az általa uh, afro tartott zenét, ennek az előadása az én identitásomnak is része. Az I got plenty of nothing vagy a best you are uh, my man és az összes többi, ez, 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 ez nekem is részem. És egyébként azt hiszem néhány embertől származunk a világon összesen, valamennyien. Tehát uh, hol itt a probléma? Köszönöm, hogy jöttél. A bejátszások kimaradtak, de elnézést ezért a kollégáktól és önöktől is, de hát itt azt hiszem, hogy jó itt. Egy hét múlva, ugye ma van 23-a, 30-án megyünk messze nagyon az operaházhoztól, mert Wolf Katalina Kossuth Díjas kiváló balettáncos nő lesz a vendég, akiről azt mondják, hogy Európában nincs igazán jelentős operaház, ahol ne lépett volna föl. És ugye most lehet tudni, hogy augusztus 1-től talán, vagy már hamarabb, most nem tudom pontosan, ő lesz a Magyar Táncművészeti Főiskola művészeti vezetője. Egyébként nagyon jól tud beszélni balettról, meg ugye a világ dolgairól. Tehát akkor Wolf Katalinnal várom Önöket 30-án 1945-től a Bóta Caféban. A látásra. A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház.